Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás március 14-én. Az első kérdés az lenne, mi foglalkoztatja őt, mik a gondolatai és tervei. Ez a felső kártya megadja rá a választ. A kulcs arra utal, hogy ezzel a kulccsal nyithatunk valamit, utal a nyitottságára, viszont ezzel a kulccsal zárhatunk valamit, az pedig arra utalhat, hogy ő leszeretne zárni valamit az életében, vagy mutat zárkozottságot. És ez azt jelenti, hogy ő nagyon diplomatikusan teszi a lépéseit, és elgondolkozik azon, mi lenne jó, miből van előnyöm, a zárkozottságból, vagy a nyitottságból. A második kérdés az volt, hogy milyenek az érzései, mi bepillantunk az ő lelki világába. Ez a fiatal férfi a fiatalságot mutatja, és a levegő hatalmát. Tehát ő érzi a könnyelműséget, kisebb lépéseket tesz, és fiatalosnak látszik, mert ez a kisugárzása. A harmadik kérdés az volt, milyen lépéseket tesz irányotokba. A mágikus erő hat közöttetek, ez azt jelenti, hogy köztetek van egy nagyon erős vonzalom. De ő akar ezzel a mágiával hatni rátok, és elérni azt, amit ez a kép középen mutat, ő áll most a középpontban. És várja azt, hogy ez a kisugárzás hat rátok, és ti fogjátok ezt közölni vele, hogy milyen nagy hatást vált ki belőletek, milyen nagy a vonzó ereje, és ő vár egy hírre, vár arra, hogy ti ezt közöljétek vele. Amennyiben ez nem válik be, és ti a háttérben maradtok, biztosak lehettek abban, hogy ő nyitottságot mutat, és tesz lépéseket, és mutatja nyitottságát, mutatja érzelmeit, és ezt a levegő hatalmával, tehát könnyűségekkel. Kicsit játékosan, könnyűségekkel közeledik hozzátok. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!